A tartós hideg és az influenza miatt véradásra hív mindenkit a Magyar Vöröskereszt. Az elszaporodó megfázásos betegségek miatt jóval kevesebben nyújtják karjukat januárban. A kórházi ellátásban szükséges vérmennyiségre folyamatosan szükség van. Itthon a véradásban általában két holdpont van, az egyik a nyári szabadságolások miatti időszak, a másik az év végi karácsonyi és az évelei januári hónap. Vérhiány nincs, és műtétek sem maradhatnak el, a szükséges vérkészlet rendelkezésre áll a kórházakban. A Magyar Vöröskereszt ennek ellenére véradásra buzdít az évelején, tette közzé a szervezet a honlapján is. A Vöröskeresztnek naponta országosan 1800 véradót kell toboroznia ahhoz, hogy a kórházi ellátásokhoz szükséges vérmennyiség rendelkezésre álljon. Januárban 447 véradás lesz Magyarország szerte. A pontos helyszínekről és időpontokról az ovs.hu oldalon és a Véradás Vöröskereszt ingyenesen letölthető applikáció segítségével lehet tájékozódni. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat együtt a biztonságos nemzeti vérkészlet fenntartása érdekében arra kér mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, vegyen részt az országban szervezett véradások valamelyikén, és buzdítsa véradásra ismerőseit, barátait is. Köszöntöm a stúdióban Gurály Edinát, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a nézőket! Akkor, amikor a szerkesztő ezt a műsort szerkesztette, még nem sejtettük, hogy ilyen tragikus aktualitása lesz ennek a témának, hiszen az olaszországi buszbaleset egy nagyon súlyos példát mutatott arra, hogy a Vöröskeresztnek milyen szerepe lehet egy ilyen helyzetben például, és mekkora jelentősége van a véradásnak. Igen, általában egy ilyen fajta tragédia az, ami felszokta hívni a figyelmet arra, hogy a vérre és nagy mennyiségű vérre egy ilyen esemény kapcsán óriási nagy szükség van ahhoz, hogy a bajba jutottak, a balesetet szenvedettek, azok rögtön is azonnal megfelelő ellátásban részesüljenek. Ahogy Magyarországon is ha történik egy ilyen esemény, akkor a Vöröskereszt egyrészt a kárelhárításban részt vesz, tehát a baleset helyszínén, illetve más helyszíneken is segíti ilyenkor a bajba jutottakat. Ez az egyik része, amit egy ilyen esemény kapcsán fel tudunk vállalni. A másik része pedig az, ami nem csak egy ilyen esemény kapcsán fontos, hanem az egészségügy mindennapi működéséhez szükséges vérmennyiségnek a pótlása az, ami a Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat együttműködésével történik az országban. Hagyományosan az egyik legjelentősebb, legkomolyabb feladata a Vöröskeresztnek a véradás szervezés. A véradás szervezés egy óriási múltra tekint vissza, 1939 óta végzi ezt a feladatot a Vöröskereszt. A mi feladatunk a donorokkal való kapcsolattartás, tehát azokkal az emberekkel, akik, ahogyan a spotban is elhangzott, nyújtják a karjukat, és a vérüket adják azért, hogy másik három emberen segíthessenek. Tehát a donortoborzás a mi feladatunk, a donoroknak a megbecsülése, és a helyszíneknek a biztosítása. Ezt itt a megyében 10 kollégám az, aki főállásban ezt a feladatot ellátja. Ez egy mindennapos tevékenység igazándiból, sem nyáron, sem télen nincsen benne szünet, hiszen a vérnek folyamatosan rendelkezésre állni, tehát ez nem egy olyan tevékenység, amiből el lehet menni szabadságra, és amiben azt tudjuk mondani, hogy akkor most ezt a tevékenységüket felfüggesztjük, vagy szüneteltetjük, tehát ezt folyamatosan biztosítanunk kell, de a főállású munkatársak között nagyon sok elkötelezett önkéntes az, aki ebbe a donortoborzásba bekapcsolódik. Értem az önkéntesek alatt például azokat a polgármestereket, akik amikor meghirdetünk a településükön egy véradást, akkor segítenek nekünk abban, hogy megfelelő számú donor ezeken a véradásokon, a kiszállásos véradásokon megjelenjen. Ugyanilyen önkéntesek azok a munkahelyek, akik például helyszínt biztosítanak, és a munkatársaikat elengedik egyrészt arra az időre, amíg a véradás zajlik, másrészt például szabadsággal, vagy valamiféle más ösztönzéssel támogatják azt az egyébként térítésmentes véradást, amiért a mi donoraink tulajdonképpen valamilyen jelképes folyadékpótlást és
tápanyagpótlást kapnak a virradások helyszínén, és a hálánkon kívül, illetve az éves donor megbecsüléseken kívül, ami a virradó ünnepségeken szokott történni, más nem igazán. Évente hány virradást szervez a megyében a Vöröskereszt? Havonta 500 egységvérre van szükségünk, tulajdonképpen minden nap van véradás a megyében. Egyrészt a megyeszékhelyen folyamatosan, és Fehérgyarmaton a területi vérellátóba bárki be tud menni és tud segíteni. Ami miatt ennek most aktualitása van, hogy azok a donorok, akik egyébként egészségesek, hiszen az, aki a véradásba be tud kapcsolódni és donor tud lenni, az, és rendszeres véradó, az az ember elmondhatja magáról, hogy egészséges, hiszen nagyon komoly szűrővizsgálaton esik át ő maga is a vére, hiszen csak egészséges vér adható egy másik embernek. Viszont akkor, amikor nagyobb járvány, influenza például felüti a fejét, akkor ezek az egyébként egészséges donorok is megbetegszenek, tehát nem tudnak elmenni azokra a rendszeres véradásokra, amin ők egyébként ott szoktak lenni. Ezért is van most szükségünk arra, hogy például azok az emberek, akik eddig fontolgatták, úgy gondolták, hogy jó lenne, itt az idő, el lehet menni, és el lehet kezdeni az évet azzal, hogy valami olyan, a segítségnyújtásnak egy olyan fajtáját választják, amiért igazándiból attól, akin segítettek, valószínűleg soha nem fogják tudni, hogy kin segítettek, de a háláját valószínűleg érezni fogják. Van-e arra adat, hogy évente hány új véradó kapcsolódik be ebbe a tevékenységbe, vagy van-e tendencia, hogy ez növekszik, vagy csökken ez a szám? Mennyire fogékonyak a fiatalok erre? A fiatalokat szeretnénk megszólítani, a jövő hónapban itt a városban nagyon sok középiskolában lesz véradás, ugyanis a célcsoportunk a teljes lakosság, a teljes egészséges lakosság, de azzal számolni kell, hogy az életkorral, ugye az egészségügyi kockázatok fennállnak, illetve hogy a megyére azért egy általános egészségi állapot romlás jellemző. És emiatt nagyon sok donort vesztünk el, hiszen amikor kialakulnak már bizonyos betegségek, krónikus betegségek, akkor azokat a donorokat elveszítjük. Igyekszünk megkeresni a középiskolás korosztályt, hogy minél hamarabb bevonjuk a fiatalokat, hogy válasszák ezt a formáját a segítségnyújtásnak. Tulajdonképpen nekünk heti 500 egység vérre volna szükség a megyében ahhoz, hogy a működés zavartalan legyen. Jelenleg olyan 400 egység vér az, ami biztosan beérkezik. Elég magas szokott lenni a kiszűrés száma, tehát ahhoz, hogy valaki véradó tudjon lenni, ugye el kell, hogy múljon 18 éves, főleg hölgyek esetében meg kell haladni az 50 kg-os testsúlyt, és hát nyilván ott a helyszínen is rögtön van pár tesztvizsgálat, amivel a donorokat szűrik, hogy éppen akkor adhat-e vért vagy sem. Én arra buzdítok mindenkit, hogy ha az életében bármi olyan változás áll be, hogy akár az egyik véradáson még kiszűrtik, például nem volt meg a testsúlya, vagy éppen akkor valamelyik mutató nem stimmelt, ami a következő alkalommal már helyreállhat, próbálkozzon és menjen el, hiszen ettől nem szabad, hogy egy ilyen esetleges első kudarc eltántorítsa. Viszont nagyon sokan rendszeres véradókká válnak. Ez így van. Én azt gondolom, hogy az, aki rendszeres véradóvá válik, ez egy életfelfogás arra, hogy valami mellett letett, tehát az az ember, aki rendszeres véradó, az valami mellett leteszi a voksát, és ez a segítségnyújtás. Mégpedig az a fajta, tehát a vérét adja valamelyik másik embernek, és ennek az értéke nem csak akkor kellene, hogy felértékelődjön. Tele van most az internet, a közösségi oldalak, az együttérző gyertyákkal. Én azt gondolom, hogy például egy ilyen baleset az, ami ráébresztheti az embereket, hogy ne egy virtuális gyertyát gyújtsanak meg, hanem menjenek el és adjanak vért, mert akkor fognak igazán tudni segíteni a bajba jutott társaiknak. Ennél jobb végszót nem mondhattunk volna. Köszönöm szépen, hogy befáradt. Köszönöm a meghívást.